Állandó nyitvatartási idővel és különféle színes programokkal várja az érdeklődőket a Vidi Múzeum, amelyet január 1-től a város működtet. Többek között meghatározó emléktárgyak, mezek, serlegek, régi meccsfüzetek, belépők várják a foci iránt érdeklődőket. A relikviákat meccsek előtt már 3 órával is meg lehet tekinteni, sőt, itt is lehet jegyet, bérletet vásárolni. Lesznek stadiontúrák, nyári táborok, de különféle versenyek is szerepelnek a leendő programok között. Sőt, videótonos legendákkal is lehet majd találkozni a múzeumban. Székesfehérvár polgármestere szerint a város egy jelentős közösségének kortörténetét mutatja be a tárlat. Cserpalkovics András emellett kiemelte, hogy a mostani csapatot is támogatni kell, aki szeretné, ezt többek között megteheti a vasárnapi rangadón, amikor a Debrecen érkezik az arénába. Szerintem nagyon jól illeszkedik abba a kulturális vonulatba, amit a város, a gyűjtemények, a közösségek működtetésével, fenntartásával megkíván valósítani. Kicsit máshogy fogjuk működtetni, bízunk benne, hogy nagyon sok közösség fog eljönni, nagyon sok gyerekcsoport fogja látogatni múzeumot, abban is bízunk, hogy mérkőzések előtt órákkal már megnyílik majd a múzeum, szintén sokan fognak jönni, és ez is része lesz majd azoknak a stadiontúráknak, amiket elindítunk. Farsangi szokásokkal, néphagyományokkal ismerkedhettek a gyerekek a szénatéri takkönyvtárban szombat délelőtt. Mesét hallgathattak, zenélhettek a kicsik, és közösen előzték a telet a farsangi programon. A gyerekek interaktívan ismerkedhettek meg a farsangi szokásokkal, jellegzetességekkel, válaszokat adhattak a kérdésekre, elmondhatták, mi mindent tudnak a vízkeresztől húshagyó keddig tartó időszakról, sőt azt is megoszthatták, minek öltöztek be a jelmezbálon. A kicsik mind választottak egy-egy hangszert, hogy aztán rázva, hangosan csörgetve, énekelve előzzék a telet. Két mesével is készültem a gyerekeknek. Az egyik mese a farsangi népi hagyományainkról szól. Amellett, hogy mesét hallgathatnak a gyerekek, fontos, hogy megtudják, hogy mik voltak régen faluhelyen a szokások, ki is az a drótostót, mi az a rezesbanda, milyen a szalagos fánk hagyománya, úgyhogy igazából a farsang a témánk, és a mese után készültem még farsangi dalokkal, a gyerekek választhatnak hangszereket, úgyhogy mi is előzzük itt a telet a könyvtárban. Futókkal népesült be a Csónakázótó környéke szombaton délután. A Valentin naphoz kapcsolódó futáson bárki részt vehetett edzettségi szintől függetlenül. A Red Hat Run Group ESE és a Vital Club sportáruház hagyományteremtő szándékkal rendezte meg sportos eseményét. Az 1,7 kilométeres tókört nem csak futva lehetett teljesíteni, a sétálókat és a bicikliseket is szeretettel várták a szervezők. Eredménytől függetlenül minden sportoló egy szív alakú éremmel gazdagodott. Mindenki saját magának kocog, jól érzi magát, és jól érzi ezt a gyönyörű időt, hiszen ezt vártuk és megadatott. Úgyhogy várjuk a rajtot, 167 előnevezés érkezett, de a helyszínen is lehet nevezni. Természetesen indulnak a kajakkenus versenyzőink is. NBA, Pokémon, Star Wars kártyákkal lehettek gazdagabbak azok, akik ellátogattak az első székesfehérvári kártyabörzére. A teltházas rendezvényen lehetőség volt a dobozok és teljes pakkok vásárlására is. Nem csak a gyerekek körében volt népszerű a rendezvény, felnőttek is szép számmal érkeztek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. A résztvevők több mint 15 asztalon kutathatták a gyűjteményükből hiányzó darabokat. A szervező elmondta, az új kártyacsomagok akár több 100 000 forint értékű lapokat is rejthetnek. Vannak hál' Istennek nagyon sok kiállítónk, sok magánszemély is, aki cserélni jött, esetleg eladni, illetve cégek is kijöttek a rendezvényre, akik bontatlan új dobozokat, hobbiboxokat árulnak, amik egy színvonalas részét képezik az asztalokon az eseménynek. Tüntetést szervezett a DK, a Jobbik, az MSZP, a Momentum és az LMP Székesfehérvár belvárosában. Pénteken este körülbelül 150-200-an gyűltek össze az országalmánál. A szervező pártok képviselői, helyi vezetői szólaltak fel a tüntetésen. A demonstrálók szerint a pedofil botrány kapcsán nincsenek meg a valódi bűnösök. A tüntetők kiálltak az áldozatok mellett, hangsúlyozva, hogy a gyermekek biztonsága a legfontosabb. Többen elmondták a felszólalók közül, hogy nem hagyják, hogy a legvédtelenebbek elvesztenek. A demonstráción Novák Katalin és Varga Judit mellett felmerült Balogh Zoltán felelősségének firtatása is.
Többen úgy vélték, hogy nem elég, hogy a református lelkész lemondott a legmagasabb egyházi vezetői tisztségéről. Elhangzott, hogy neki is teljesen ki kellene vonulnia a közéletből. A tüntetésen a demonstrálók ugyanakkor szorgalmazták, hogy közvetlenül az emberek dönthessenek az új köztársasági elnökről. A találkozáson részt vett Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője is, aki még a gyermekotthonok helyzetének átvizsgálását is szorgalmazta. Én mindenképpen a parlamentben 26-a után a gyermekvédelmi törvény szigorítását fogom kérni, illetve az egész örökbefogadási folyamatot és a gyermekotthonok helyzetének az átvizsgálását. Egyre több forrás kell, több szakembert kellene bevonni ebbe a rendszerbe, illetve a jelzőrendszere mindenképpen javítani kellene.